Ez az egyik viszonylag új lakója a vadvédelmi központnak. Több denevért is bevittek azért, mert az enyhe időjárás utáni gyors lehűléshez nem tudtak alkalmazkodni. Itt telel például egy erdei sikló és több tucatnyi sűn. A vadvédelmi központ 2022-ben nyílt meg, akkor 555, a tavalyi első teljes évben pedig már közel 900 állat fordult meg a gondozók és az orvosok kezei között. Az állatok zöme védett és fokozottan védett egyed. Kerültek be nagyon ritka fajok is. Tehát azért, ha madarakról beszélünk, ugye akkor azért került be parlagisas, gulipánakár, lappantyú, tehát ilyen különlegesebb fajok, amelyek nem feltétlenül szoktak mentőközpontokba előfordulni. Voltak ürgekölykeink, ugye vidrák, tehát ugye az első vidráink is az idei évben bekerültek. A rehabilitációra bekerült állatok közül tavaly 359-et visszaengedtek a természetbe. Amit számszerűsített még, és ez egy nagyon szép adat, azt gondolom, hogy a természetbe visszahelyezett természetvédelmi érték az több mint 16 millió forint, tehát ugye ezeknek a fajoknak megvan az eszmei és természetvédelmi értékük, tehát ezt összevetjük, azért az egy nagyon szép eredmény. Azok az állatok, amelyek olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a természetben nem tudnának teljes életet élni, a vadvédelmi központban maradhatnak. A központ munkatársai sokat tesznek annak érdekében, hogy megismertessék a környezetünkben élő fajokat az érdeklődőkkel. Havonta rendeznek vadvédelmi estéket, és vasárnaponként is rendszeresek a családi programok. A rendezvényekről részletesen a Vadvédelmi Központ Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.